munka a NAV és a konferencia érdemi részében tisztelettel felkérni Szabály Sándor főigazgató urat, hogy tartsa meg a előadását, és ismertesse Magyarország hallgató közönségének a körülményeit. Minden szavamért vállalom a felelősséget, nem kell szerkeszteni a szövegemet. Lehet, hogyha megjelen, akkor néhány késés fogyat kiváltő belőle, de a tartalmi részében nyugodtan, hogy majd hagyják meg, és ott az a felelősség engem mehet. Gyakorlatilag, hogy erről az előadás, illetve a konferencián azt mondtam, hogy a valami részéről, azt az előadást vállalnám, hogy miért is egy kiként kerül Magyarország hadiállapotba az akkori Szovjetunióban, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést a hadiállapotot, mert ha valaki megnézi a magyar történeti irodalmat 1945-től, amelynek egy része történetének kevésbé nevezhető politikai publicisztikának annál inkább, akkor azt tapasztalhatja, hogy 1945-ben megszületett az a vélemény, miszerint Magyarország, pontosabban Bárdosi László miniszterelnök törvénytelenül hadat üzent a Szovjetuniónak. Ebben a mondatban Bárdosi László neve helyesen szerepel, minden más helytelen, és nem állja meg a helyét. És akkor nézzük meg, hogy miként is, hogy került Magyarország hadiállapotba a Szovjetunióban. Ha valaki a vizsgára azt mondaná, vagy nem azt mondja, hogy 1939. szeptember 1-ével indult a második világháború, akkor komoly nehézséget okoz magának. A vizsgáztatónak kevésbé, mert gond nélkül beírja az egyetemet. De ha megnézzük ennek a háborúnak a folyamatát, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 1941. júniusáig, de még inkább 1941. decemberéig az amerikai-japán, pontosabban a japán-amerikai háború indulásáig vagy kezdetéig azért itt egy európai háborúról van szó. És ha azt nézzük, hogy 1941. júniusáig mi történt, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy Európa két nagy hatalma, a Nemzeti Szocialista Németország és a Kommunista Szovjetunió kellő barátságban és együttműködésben intézi Európa és a világ sorsát, hiszen a sokat emlegetett Molotov-Ribbentrop paktum, amelyet egyébként a 80-as évekig Európa ezen felé mindent letagadni és azt állítani egy, hogy nem volt. Másodszor azt mondták, hogy volt ilyen, csak nem volt titkos záradéka, aztán az is kiderült, hogy olyan is volt. Békében osztották fel ezt a világot, hiszen az érdekszférák, amikor ugye létrejönnek a Molotov-Ribbentrop paktum kapcsán, Németország megkapja Nyugat- és Közép-Európai részét, a Szovjetuniónak jutnak a balti államok, Finnország, Bulgária, Románia, és mielőtt elaludnának ezzel kapcsolatban egy történet, ami lehet, hogy ismeretesebb, a korabeli budapesti vicc szerint 1940-ben, amikor a három balti ország küldöttsége Moszkvába könyörög Sztálinnak, hogy a szovjet népek nagy családjához csatlakozhassanak, akkor Sztálin hosszas meditálás után azt mondja az észteknek, rendben van, mostantól kezdve szovjetek lesztek és nem esztek. És ez tökéletesen megtartott. Minden esetre ez az az időszak, amikor ugyanakkor Magyarországnak folyamatos helyzet alakult ki a Szovjetunióban, hiszen Magyarország 1939-ben csatlakozik az Antikomintern paktumhoz. És a szovjet fél részéről jön a jelzés Magyarország felé, hogy amennyiben Magyarország ezt a lépést megteszi, megszakítják a diplomáciai kapcsolatokat. Érdekes módon az Antikomintern paktumot létrehozó és megalapító országokkal nem szakítják meg a diplomáciai kapcsolatokat, de 39-ben megszakadnak a diplomáciai kapcsolatok, nem magyar kezdeményezésre, majd 39 őszén a Molotov-Ribbentrop paktum után a diplomáciai kapcsolatokat újra felveszik. És a német lengyel, a szovjet lengyel és részben a szlovák lengyel háború, mert ugye a németek mellett a szlovákok az elsők, akik megtámadják Lengyelországot 39. szeptember 1-én, létrejön a helyzet, hogy Magyarország a Szovjetunióval határos ország lesz, és azt kell mondani, hogy a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása után a két ország kapcsolatai jól működnek, ismeretes, hogy 1941 a zászló és a Rákosi csere, ugye pontosabban, amikor a 1848-1849-es szabadságharc zászlót visszaadják, higgyék el, Magyarország számára ez fontosabb volt, mint Rákosi Mátyás és Bajor Zoltán Magyarországot tartani, tehát nem jártunk rosszul ezzel a cserével. Hogy aztán 45-ben a zászlók újra kikerüljenek a Szovjetunióba, majd ismét egy része visszakerüljön, de a Moszkvai Hadtörténeti Múzeumban még vannak egyébként Szűzmárer zászlókkal együtt magyar zászlók 1848-1849-ben is. Minden esetre a helyzet viszont 1941 tavaszára, és itt elsősorban a jugoszláv-német háború, amelyhez Magyarország is csatlakozik, és ez ugye egy érdekes helyzetet teremt, nevezetesen az, hogy a jugoszláviai belgrádi katonai puccsba közreműködnek a britek és közreműködik a Szovjetunió, hogy az a kormány, amely Jugoszláviát a háromhatalmi egyezményhez igazítja és viszi és csatlakozik, az ne legyen már kormány, mert egy delegáció visszaérkezik Bécsből, addigra új kormányban. És ez a helyzet teljesen új ebben az értelemben. Hitler egyértelművé teszi ekkor már, hogy a Szovjetunió
és a Németország között előbb-utóbb fegyveres konfliktus háború következik. És van egy nagyon érdekes dolog, a németek Magyarországgal nem számolnak ebben. Mitől Hitler határozottan megtiltja a vezérkar számára, amennyiben egységes vezérkarról beszélhetünk német birodalom esetében, tehát az OKB, a Wehrmacht főparancsnokság számára, hogy a támadó hadműveletek során Magyarországgal számoljon, ugyanis az a német álláspont, pontosabban a vezér és kancellárja, hogy amennyiben Magyarország bármiféle gesztust tesz Németországnak, a magyarok azonnal kérnek valamit. Tehát nem lehet. Számolnak a finnekkel, számolnak a románokkal természetesen, és később lesznek önkéntes ajánlkozók, a szlovákok, olaszok és így tovább. És 1941. májusában a Magyar Királyi Honvéd vezérkar főnöke Veszteli gyalogsági tábornok májusban, majd júniusban is memorandumban fordul a Teleki párt váltó miniszterelnök közteleki halála után az addigi külügyminiszter Bárdosi Vászló egyúttal miniszterelnök lesz, de megtartja a külügyminiszteri posztot, és azt mondja, hogy várható a szovjet-német háború, amely gyaníthatóan egy-két hónapon belül, ha szabad így mondani, kitör, elindul, és Magyarországnak el kellene dönteni, hogy ebben a helyzetben milyen álláspontra helyezkedik. Bárdosi azt a telekiféle politikát szeretné folytatni, amely a fegyveres semlegességet jelenti, tehát az Európában már folyó háborúban, hogy a Magyarország nem vesz részt, egyetlen egy kivétel van itt a jugoszlávia elleni hadműveletek, ami egy érdekes kérdés, hogy jogilag miként tekinthető, hiszen Magyarország akkor lépett hadba, amikor Jugoszlávia de facto és de jure megszűnt létezni, hiszen április 10-én kimondják horvát önállóságot, az akkori állam, a Jugoszláv Királyság ezzel megszűnik, és a magyar csapatok április 11-én indulnak meg, szigorúan azzal az utasítással, hogy csak olyan területre vonulhatnak be, amely a Magyar Királyság részét képezte, nem léphetnek át egykori szerb területekre, Magyarország nem hódítani, mert az elvesztett területének egy részét visszaszerezni. De visszatérve Bertre, Bert azt mondja, hogy Magyarországnak el kell dönteni, hogy egy várható német-szovjet háború esetén mit tesz és hová, mert a honvédségnek tudnia kell arról, hogy mit kell tenni. Semlegesen maradunk, és akkor nyilván meg kell erősíteni a határokat, mert nem előfordulhat, hogy a háború során magyar területekre is átkerülnek a harcok, hiszen nem lehet azt tudni, hogy adott esetben a már létező magyar-szovjet határon időt. Bárosi a Teleki elképzelések hívja, hogy semlegesnek kell maradni, és azt mondja Bertnek nagyon leegyszerűsítve, a katonák ne akarjanak beleavatkozni a politikába, a politika ennél fontosabb dolog, ugye azt szokták mondani, hogy a háború túl komoly dolog ahhoz, hogy katonákra bízzák. Tehát ez egy régi mondás, de utána, ha a háborút elveszítik, akkor nem a politikusokat teszik elő, hanem a katonákat mondani, hogy ők veszítették el a háborút. Minden esetre Bárosi elutasítja Bert felvetését. Nem sokkal később újra jön Bert részről a felvetés, hogy várható egy szovjet-német háború, és Magyarországnak valamit kell tenni, és megfogalmazza Bert az elképzeléseket. Egyrészt Németországnak köszönhetjük azokat a területi visszacsatolásokat, amelyek ugye 38 és 41-t bekövetődtek. Nem vonzó számunkra, most nem szó szerint idézem, akit érdekel a diplomáciaiatok Magyarország történetéhez 5. kötetében benne van mind a két memorandum, pontosan. Nem szimpatikus nekünk az a rendszer, ami a Szovjetunióba épül. Magyarország érdeke az, hogy Európában maradjon a keresztény közösségben, és így tovább tett ezeket hozzá. És ami nagyon lényeges, azt mondja, hogy esetleges újabb területi gyarapodásunk, bármi visszaszerzett területek, attól függnek, hogy miként gondolkodunk és miként lépünk egy ilyen esetben. És Bárdosi továbbra is azt mondja, hogy a vezérkar főnöke ne akar ebben az értelemben befolyásolni a politikát, a vezérkar főnöke maradjon nyugtalan, így fogalmazok. Hozzátéve azt egyébként, hogy katonai szempontból érthető Bertnek az érdeklődése, az idézőjelben az érdeklődés, hiszen a hadsereget, a honvédséget föl kell készíteni arra, hogy ilyen helyzetben mit kell tenni. És a németek ugye Magyarországgal nem számolnak. De miért van Bert részéről, vagy a katonai vezetése jelentős részéről egy ilyen sürgető szándék, egy ilyen elképzelés? Az én véleményem szerint, amit nem kell önöknek és nem kell mindenkinek osztani, azért, mert akkor úgy vélekednek, és a mai mondanák a politikai elemzők, a korabeli Nógrádi Györgyök azt mondanák, hogy 1941-ben egy gyors lefolyású német-szovjet háború valószínűsíthető, hiszen a nemzeti szocialista Németország hadereje a Wehrmacht pillanatok alatt győzte le Európát, a Nyugat-Európát. Nagy-Britannia az életért küzd azzal, hogy ne legyen hogy egy invázió, és ne foglalják el, mert Európában vagy semleges államok vannak, vagy Németország a fegyvertársi viszonyban lévők, vagy németek által megkódított országok. És azt mutatták azok a néhány hetes hadműveletek, még az a 6-7-es Franciaországi, ahol Európa legnagyobb szárazföldi haderejét a németek 6-7 alatt verik szét, és foglalják el a területet, hogy feltétlenül itt is egy ilyen háború lesz.
És miből gondolkodtak el? Többek között a szovjet-finn háború esete is azt mutatja, ahol természetesen nem a finnek győztek. De az, hogy a szovjet-finn háború, az úgynevezett téli háború mennyi ideig húzódott fel, milyen volt az egyik és a másik oldalon a veszteség, és előtte ugye Sztálin sokat tett azért, hogy a szovjet vörös hadsereg ne azt a képességet mutathassa, amit tett, hiszen a táborosnak a jelentős részét kiiltotta, és ugye általában nem az a jellemző, független attól, hogy minden katona marsalkotott a kenyérzsákjába kurcolja, hogy azonnal többen elindultak volna itt a kenyérzsákból marsalkotta, mint valamelyik két a szovjet vörös hadsereg, hogy ők már tábornak egy tudják komandírozni a csapatot. Tehát egy ilyen helyzet adódik, és azt mondja Werth, hogy kell tudni, hogy mi legyen vele, és ami nagyon lényeges. Ha van egy ilyen tervezett, vagy remélt, feltételezett gyors lefolyású háború, ahol közismert, hogy ott terveznek a finnekkel is, de nem is a finnek független, hogy rokonok vagy nem a lényeg, hanem a románok. Ha a románokkal terveznek, amely állam két hadsereggel részt vesz egyébként a június 22-i támadásban, és egy gyors siker van mondjuk szeptemberre vagy augusztusra győz a német birodalom hadereje, legyőzi a szovjetunit. Nem biztos, hogy Vlagyivosztokig mennek el, de lehet, hogy kijönnél megállnak és van egy megegyezéses béke vagy fegyverszünet, akkor vajon Németország által Magyarországhoz visszatért területek esetében kinek van nagyobb esélye és van szarra, hogy ezt megtartsa? Annak a Romániának, amelyik azt mondja, hogy kérem, itt véreztünk együtt a szovjet elleni háborúban, és a magyarokat illeti meg Észak-Erdély, a keleti országban. Mondják a szlovákok, hogy szinte teljes haderejüket bevetik néhány nap múlva a szovjetunet, hogy a felvidék, a visszatért felvidék az a magyarokat illeti, meg akik otthon ülnek békésen, semleges formában, vagy bennünket. És ez egy alapvető kérdés. És nagyon érdekes, vagy tanulságos, hogy a Honvéd vezérkar és annak második osztályos katonai hírszerzés kémellállítása, amelynek feladata figyelemmel kísérni az idegen országok idegen hatalmak helyzet és elemzéseket készíteni, 1941. június 20-án készít egy elemzést hírszerzői forrásokra, és ugye épp ezen a területen szerzett információk alapján azt foglalják össze, hogy a német-szovjet viszony nagyon rossz, megint nem szó szerint idézetben szintén az említett kötetben megtalálhatják ezt a jelentést, azzal a különbséget tudták szólóvenni a kollégák, hogy Bartali Kálmán örvendőtta, hogy nagyon rossz ez a viszony. 24-48 órán belül német-szovjet háború fegyveres konfliktus várható, és ebben az esetben Magyarországot légi, de nem kizárt, hogy szárazföldi szovjet támadás is érhet. Háború még nem indult el, ez a vélekedés a második kékelf osztálynak, amely kezdett volna. És amikor 1941. június 22-én Németország megtámadja a Szovjetuniót, akkor Magyarország megteszi az első lépést, amely gesztus értékűnek tekinthet, azt, hogy megszakítja a Szovjetunióval a diplomáciai kapcsolatot június 23-án. A németek nem kértek többet, ez egy, hogy úgy mondjam, egy gesztus értékű lépés, és nagyon érdekes, ha megnézik, 1941. június 27-e vagy 28-i a későbbi hadjáratba lépés után azt a levelet, amelyet Adolf Hitlernek írt Horthy Miklós kormányzó, aki azt írja, hogy kormányommal a diplomáciai kapcsolatokat Magyarország és a Szovjetunió megszakítatta. Ennek a mondatnak van jelentősége, mert azt jelenti, hogy az államfő hozza meg azt a döntést, amely a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Tehát ő, hogy így fogalmazza, irány mutat vagy kiadja a lukászt a kormánynak, hogy mit kell tenni. Bárdosi László úgy véli, hogy ezzel Magyarország megtett mindent, amit megtettett volna. És itt van egy kérdés, amiről hosszasan lehetne beszélni, de remélem nem jutott túl az időt. Egyrészt az, amikor arról beszélnek, hogy vajon mennyire hitelesek azok a vélekedések, amikor Molotov magához kérette volna Kristóf Jöret moszkvai magyar követet, és azt mondja, ha Magyarország ebben a fegyveres konfliktusban nem vesz részt, akkor majd Magyarország esetében az erdélyi kérdésben továbbra is támogatják Magyarországot, hiszen Észak-Erdély visszacsatolás előtt, ugye van egy visszacsatolás a Szovjetunióhoz, beszalálja a Kolinás esetében, ahol korábban fölmerül egyébként egy esetleges magyar-szovjet együttműködés, de a román ellenállás nagyságára való tekintettel, mert 24 óra alatt teljesíti a szovjet kérdést, ez nem jöhetett létezni, a tárgyaltak volna, addigra már lesz semmi kívülmaradott. De a kérdés az, hogy ezt miként kell értékelni. Általában az van a szakirodalom, hogy Bárdosi Vártatot betagadja, hogy elfoglalja, táviratokat küldenek, nem tett hozzá. De két dolgot nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az egyik az, hogy amikor 1941. áprilisában Magyarország, de a Magyar Királyi Honvédség csapatai bevonulnak a délvidék egy részére, akkor Molotov Kristófit magához kérheti és kifogásolja azt, hogy Magyarország ezt miért teszi.
Kristófi pedig úgy reagál, hogy Magyarország nagy szovjet példát szem előtt tartva, amikor ő 39. szeptember 17-én a szovjet népek nagy családjához tartozó okán elmondta, Lengyelországon is így gondoltuk béreinkkel megvédeni, tehát a szovjet kérdés lehozni. Most a másik dolog, Kristófi, amikor jelzi, hogy milyen vélekedés van a szovjetunióban, később Bárdossy László valamikor is igyéke nem dugta el a táviratot a zsebébe, és húzotta magával megállás nélkül, hiszen egyrészt több kérdezett a fénykül, mert a külügyminisztériumban az volt a reagálás, és egyébként valós, hogy amíg ez a jelzés megérkezett, addigra Magyarország és a szovjetunió között a diplomáciai kapcsolat megszakadt, és megszakította Magyarország, és Magyarország ezzel a kérdésre megadta a választ azzal, hogy megszakította a diplomáciai kapcsolatot. Ha önök megnézik, a Moszkvai Magyar Követség jelentése egy című dokumentum kötetet, amelyet 1990 vagy 91-ben adott ki a 100. kiadó Pásztor Péter, amelyben a vélő kollégánk jó voltából, akkor abból kiderül az, hogy amikor megszakították a diplomáciai kapcsolatokat, a Moszkvai Magyar Követséget, amelyben jelenleg a Magyar Kulturális Intézet a Moszkvában, amennyiben létezik ilyen, így ezt gondolom, hermetikusan elzárták a külvilágtól, megszakították a távirós összekötetést, a vízszolgáltatást, a gázszolgáltatást, és itt semmi nem történt ebben az értelemben. A diplomáciai személyzetet egyébként kicserélték, tehát a budapesti szovjet övetség munkatársai visszatértek a szovjetről, és a magyarok Törökországon keresztül visszatértek Magyarországra. Tehát van egy ilyen helyzet, és Magyarország úgy érzi, a külügyminiszter, miniszterelnök Bárdossy László, hogy ezzel Magyarország teljesítette azt a szövetséges és a szövetséget illetve használom, amit a németek elvárnak tőle, és ekkor jön 1941. június 26-a, amikor Kassa városát légitámadás éri, és egy gyors vonatot, sebes vonatot is úgy fogalmaztak akkor, hogy meggépuskáztak Rahó közelében, ugye Tisza-Bortyút Rahó közelében a Körösmező Budapest között közlekedő gyors vonatot. Utóbbi esetben egyértelmű és bizonyított, hogy szovjet gép volt a támadó, felségjeleket látták, és így tovább. Kassáról azóta is vitatkoznak, van itt repüléstörténettel foglalkozó korak és egyebek, általában nincs egyetértés abban, hogy mi lehetett. Én a magam részéről azt szoktam mondani, és most is ezt mondom, hogy számomra még senki nem cáfolta meg a korabeli kivizsgálás eredményét, miszerint a támadó szovjetek voltak. De egyébként, ha valaki végignéz az irodalmat, találkozik szlovákokkal, románokkal, szovjetekkel, magyarokkal, németekkel, volt egy jugoszláv rendőrs előttek, volt egyébként a korabeli magyar sarkóban is, hogy valami egy szlovák postás, aki udvarolt egy kastély magyar lányon, rendiszorozta a szerelmét, és elkerült a szovjetunió büntetésből, és tovább. Tehát a szerelmét belekerülhet a háborúba. De minden esetre, a támadás elszenvedi Kassa városra. És itt a lényeg az, hogy mi a következő reagálás el Magyarországon. A későbbi megállapítás, ami nem hosszú hetekkel később van, a megmaradt bombákat, vagy ahogy mondták, ejtőlőszerek esetében bizonyítottnak már a szovjetet, de nem a Kutilófabrikáról volt szó, és további tejtések mondtak később, hanem a felkünkő, vagy a gyújtónakat elnevezése volt az apuvannak, volt a rövidítése. De a dolog lényeg az, hogy az volt a magyar álláspont, hogy itt a szovjet félletet a támadóba belegondolnak az akkori viszonyok között, nem valószínűsíthető és logikusan nem gondolkodható, hogy más ország lenne. Ezt szokták mondani, hogy mi érdeke van. Na most a kérdés az sokkal mélyebbre mehet. Az a kérdés, hogy vajon a szovjetunió nem ebben a pillanatban, de létrejöttétől kezdve mi volt az elképzelés? A világforradalom, Európa határaig elvinni a birodalmat és átalakítani a világot. Nem tudhatjuk, én legalábbis nem tudom azt, hogy vajon a szovjet vörös hadsereg csapatainak és seregmesterének milyen parancsok voltak kiadva, és aki volt katona itt vagy ott, tudja, hogy voltak zárt borítékok, hogy bizonyos helyzetben mit kell tenni. Vajon ezt a borítékot miként bontották fel? Az volt az első reagálása a szovjet katonai vezetésnek, hogy jöttek a németek, azonnal vonuljunk vissza a rudar mögé, vagy az volt, hogy megállítani őket, visszaszorítani és a saját területükön csapást mérni rájuk. Meg kell nézni, én nem ismerem a szovjet levéltári forrásokat, meg kell nézni, hogy milyen utasítások és parancsok születtek. Valószínűsíthető, hogy ilyen. De a kérdés az, hogy kell-e és miként kell, vagy miként lehet reagálni egy ilyen helyzetre. És itt van a vita kérdése, hogy helyesen cselekedett az akkori magyar politikai vezetés, vagy katonai vezetés nyomás alatt, vagy nem, törvényszerűen, tehát törvényesen, vagy törvénytelenül. Nagyon nehéz rekonstruálni pontosan az eseményeket. Ennek van egyrészt egy olyan oka, hogy ha önök közül valaki elmegy a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárába, és kikéri a június 26-i rendkívüli minisztertanács ülési jegyzőkönyvét, akkor kettőt kap. Az egyiken az van ráírva, hogy ez a Bárci, házi Bárci István miniszterelnökség államtitkár által vezetett hiteles jegyzőkönyv, a másikán meg az van, hogy ez az, ami Bárdossy László meghamisított. Á, most az egészben az érdekes, hogy ha önök összevetik a korábbi és későbbi jegyzőkönyvekkel, ez egyáltalán nincs aláírva, csak eskázott. Ugyanazzal a kilógéppel írták, a többit nem ezzel a géptípussal,
és mind a két variáció olyan katonai rendfokozatok vannak június 26-án, amelyek másfél hónappal később jelennek meg a Magyar Királyi Honvédségben. Az én megállapításom szerint, amit 80-ban tette meg, és egyébként köröztem ezt a rövid írást, hogy közzé tenni, ez azt jelenti, hogy ezt utólagosan készítették. És valószínűleg ez 45-ben négy bírósági tárgyalások időn Bárciázi Bárci Istvánnak köszönhető, aki 25 évi államtitkárság után több nagy négybírósági perben tanul, majd Svájcba távozhatott. Ez nem igazán volt jelenből Ákosi korszakos időszak Magyarországára egyébként. De a dolognak az a lényege, hogy ami rekonstruálható és a különböző a korabeli és a szemtanúk, illetve résztvevők visszaemlékezéséből, megérkezik a jelzés kassáról 13 óra néhány perckor az országos légvédelmi parancsnoksághoz, és eljut a kormányzóhoz a honvédvezérkar főnöke és a honvédelmi miniszter. Ebben is van egy érdekesség, ha régebbi munkákat látnak, elmondja, elmennek hozzá Kenderesre. Na most, ha megnézik önök, hogy mennyi idő alatt lehetett eljutni Kenderesre, meg vissza Budapestre, mert 3 órakor már minisztertanács ülés volt, ami részt vett a honvédelmi miniszter, akkor rájönnek arra, hogy Kenderesre nem mehetek, csak Gödöllői kellett ki, meg Gödöllői volt a kormányzó. De ugye vannak kollégák, akik szerint a narratíva a lényeg és a történelme, meg azt mondom, hogy mind a tényeknek is van jelentősége a történelme. Tehát én maradok ezeknél. És a lényeg az, hogy tájékoztatást kap a államfő, és az államfő meghozza a döntését. Meghozza a döntését, ami körülbelül úgy néz ki, hogy Bárdosi László később ezt megfogalmazza, hogy a kormány azt mondta számára, amikor fogadja már a miniszterelnököt a két katona után, leírná az ő a képerről, hogy nem reagálnánk, és nem reagálnék erre a lépésre, már mint erre a támadásra, és a kormányzónak ez megvan a joga. És itt van egy alapvető kérdés, amiről megy a vita, és én azt szoktam mondani, hogy nem abból kell kiindulnunk, hogy milyen helyzetet teremt ez a Magyarország számára, hanem azt kell megnézni, hogy Magyarország állam kormányzója, illetve a miniszter elnök miként döntött. Az 1920. évi első törvényszék, ami az államfői hatalomról és a törvényesség helyreállításáról szól, azt mondta ki, hogy az államfőnek a nemzetgyűlés, akkor még így hívták, előzetes hozzájárulása szükséges a hadüzenethez és a békekötéshez. De van ennek egy novellája, a 17. törvénycikk, amelyik azt mondja ki, hogy az országot ért közvetlenül fenyegető veszély esetén az államfő, a nemzeti hadsereg, akkor még ez volt a neve, sem honvédség, csapatait az ország határain kívül alkalmazhatja, melyhez utólagosan késedelem nélkül ki kell térni a nemzetgyűlés és a minisztérium, ez a minisztertárcsa hozzájárulása. Horthy Miklós ezen a törvény alapján dönt 1941. július 26-án, mert azt mondja, hogy az országot veszély fenyeget, hiszen megtámadták. Ezt nem lehet így hagyni, és nem azért, mert a magyar csapatok majd az őshazát megtalálják és hatalmas gyarmati részeket szakítanak ki a Szovjetunió, most sokkal inkább azért, mert a velünk nem kimondottan jó viszonyban lévő, de egyébként ugyanazon álló fegyvertárs országok, a románok és a szlovákok már ott menetelnek, és egy gyors befolyású háborúról van szó. És a kormányzói döntést Magyarországon nincs, aki felülírja. Bárdosi László a két egyébként nem hiteles vagy utólagos jegyzőkönyv alapján is nagyjából a tartalmat függetlenül hasonló, azt mondja, kéretik a honvédelmi miniszter úr, hogy limitált erők vétessenek igénybe, tehát Magyarország jelképesen vegye részt a háborúba, ezzel kifejezi azt, hogy azon az oldalon áll, de mégsem akar olyan háborút akarni. A minisztertanácsülés és az emlékezések szerint Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter azt mondja, hogy várni kéne egy kicsit, várjunk meg, amíg a németek kérnek bennünket, mondja ezt Keresztes Fischer Ferenc. Mert akkor mi is kérhetnénk esetleg valamit. De nincs olyan politikus Magyarországon, aki felülírja a Horthy Miklós döntését. Emlékezések szerint Bethlen István, aki ugye már csak a felsőház tagja, de bizalmas a Horthynak, telefonon értesül a kormányzóságról erről az eseményről, és ő telefonon a gazda tisztje szerint, aki még élt és ezt elmondta egy dokumentumfilmben, ez a Roms és tanárunknak is, ő azt hallotta a beszélgetésből, hogy ne tedd ezt Miklós, nem kéne, ez nyilván erre a hadba lépésre vonatkozott, de kormányzóit ezt nem írták föl. És ahogy említettem az elején, a kormányzó nem sokkal később levelet írt, és ebben írja azt, hogy milyen, hogy az országot ért népjogellenes, stb. Támadás után tette meg ezt a lépését, és ezt megteszi. És másnap június 27-én Bárdosi László azt jelenti az országgyűlés képviselőházában, hogy a magyar királyi kormány megállapítja, hogy az országot ért nem provokált támadás következtében Magyarország és a Szovjetunió között a hadi állapot beállott. És az országgyűlésben nincs szavazás, újongás és taps. A szélső baloldalról, ahol akkor a jobboldali képviselők ültek, tehát más formában volt a patkó, baloldal ült a jobboldal a baloldal, egyébként is összeért, és akkor ott elhangzott ilyen kívánás, hogy ki a zsidókkal és ki a szozdemekkel, mármint a parlamentből. Az országgyűlés felsőházában két héttel később történik a bejelentés, ott is itt kulturáltabban viselkednek az urak, de ugyanez a délen. Akkor már bejelenti Bárdosi, hogy Magyar Királyi Honvédség csapatai megadták a megfelelő választ, ott vannak, hiszen létrejön a Kárpát csoport, ami körülbelül 60-70 ezer főre tehető,
és indul meg az akkori Szovjetunió ellen. A németek számára nyilván ez segítséget jelent, hiszen a 17. német hadsereg nehéz helyzetben a Kárpátok előterében, de nem a német provokációhoz tesz, hanem egy támadás, amelyről még azóta is lehet vitatkozni, de én azt gondolom, hogy azt nem lehet vitatni, hogy Magyarország lépése, illetve az akkori politikai és a katonai vezetés lépése jogszerű és törvényszerű volt, hogy mennyire volt helyes, amire elnök asszony utalt itt az előtt, hogy miként alakult a sorsa a magyarságnak ebben a világban és ebben a területen is, az viszont egy másik kérdés, mert ugye döntéseket lehet hozni, ami jogszerű és törvényszerű, de nem biztos, hogy mindig helyes és célszerű, és azért mondhatta a Várdusi László társa joggal, hogy itt felelős magyar királyi miniszterelnök felelős minden cselekedetén, de ez nem jelenti azt, hogy bűnös. És én azt gondolom, hogy Magyarország, és ez már ugye a történészi gondolkodáson túlmutat, mert a kérdés, és minden kollega el fogja mondani, hogy arról nem szeret beszélni, de arról beszél legtöbbet. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 1941-ben Magyarország júniustól körülbelül augusztusig, szeptember elején, bocsánat a kifejezés, húzhatta volna háború nélkül, mert kizárt dolog, hogy ezt a háborút, ezből a háborúból ki lehetett volna maradni, azon katonák, geó és egyéb politikai helyzetről fogva, amely Magyarország volt, és ugyanez a helyzet majd később, amikor Magyarország szeretne kilépni a háborúból, mert nem Finnország fele vonulnak a vörös hadsereg csapatai Berlin irányába, és a finnekkel lehetett egy a fegyverszünetet és békét tölteni. Magyarország számára finn példa vonzó volt, de végrehajthatatlan. Így 1941. június 27-én Magyarország ténylegesen a szovjetuniumi hadműveleteknek lesz a résztvevője, tehát még nem a II. Világháború résztvevője, hiszen Nagy-Britanniával megszakították a diplomáciai kapcsolatokat, de majd csak novemberben az Egyesült Államokat pedig decemberre kerül Magyarországon a világhoz. Tehát van egy történet, ami számunkra tragikus, és a háború régi felete nem az volt, amit gondoltak, de higgyék el, hogy az akkori döntéshozók nem azért léptek be a háború, hogy ezt elveszítsék. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet!